egy ilyen kiadványt. Ez a kiadvány tulajdonképpen egy teljesen új kiadvány, és az első kiadványa az Alágerszegi Turisztikai Egyesületnek. Egy pár szót nem tudom, hogy beszéljek-e az egyesületről, vagy tudjátok. Ez 2011-ben alakult az egyesület 15 taggal. Az egyesület célja a magán és az összféra partnerségén közös érdekeltségen alapuló turizmus fejlesztés. Tehát ezen a nyomvonalon alakult az egyesület 15 taggal, és most 32 tagot számlál az egyesület. Tünk tulajdonképpen érdekképviseletért a térség turizmusban tevékenykedők szakmai összefogásáért alakult az egyesület. Úgy érzem, hogy pillanatnyilag ez az egyesület még bővítésre és továbbépítésre vár, de megpróbálunk együtt gondolkodva olyan dolgokkal kiegészíteni Zalaegerszeg turizmusát, ami egy előrelépés jelent a vendégek felé. Hát a turizmusról, vagy a kiadványról, ez egy 24 oldalas számos fotóval illusztrált prospektus, amiről majd aztán szakmailag a Tamás bővebben be fog számolni. Ez tulajdonképpen egy olyan tematika alapján rakja össze a várost, hogy akiknek egy órája van, egy napja, vagy éppen csak 30 perce, vagy különböző műemléképületeket szeretne, sporttal kapcsolatos, szabadidős élményre vágyik, tehát egy ilyen fajta tematikák alapján rakja össze az érdeklődőknek az útvonalat. Azt még el kell mondani, hogy ilyen tematikai kiadvány nem született Zalaegerszegen, annak ellenére, hogy a város turisztikai kiadvány családja már 8 tagból áll. A Meg annyi élmény Zalaegerszegen kiadványunk, ez azért küllemében meg megjelenésében igazodik a többi kiadvány családhoz, tehát azt még elmondom, hogy a szerkesztést a turizmus, vagy a Turinform iroda vállalta, a megjelenés pedig a Zalaegerszeg megyei város támogatta anyag.